Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, itt vagyunk Hévízen a Városi Könyvtárban, és heti könyvajánlónk következik. A thriller rajongóknak szeretném ajánlani ezt a könyvtárukban nagyon kedvelt író sorozatát, Jeff Abbott Pánik című kötete. A történet röviden, Éva Kesör tehetséges és sikeres filmes, egy nap váratlan telefont kap édesanyjától, aki arra kéri, hogy látogasson haza azonnal. A szülői házban azonban csak egy holtestet talál, brutálisan meggyilkolt édesanyja holttestét, és még valakit, a gyilkost, aki rávadászik. Fogalma sincs és miért, hogy kiölte meg az anyját, hová tűnt az édesapja és barátnője. Éven élete pár óra alatt darabjaira hullik szét nem hívhat segítséget, nem bízhat senkiben, miközben egy kegyetlen gyilkosokból álló, titokzatos szervezet elől menekül. Rá kell jönnie késő, valójában, mert egy biztos valaki másnak az életét élte eddig. Most Jeff Abbott sokkoló és kiszámítatatlan bestsellerét eddig húsz nyelven adták ki, a tíz sikerkönyvvel rendelkező szerző a francia, a német, a brit, az amerikai, az ausztrál és a portugál olvasók nagy kedvence, és tulajdonképpen a thriller műfaj új csillaga. A pánikból nem sokára a hollywoodi film is készült, amelyet a kritikusok és a rajongók már jó előre Jason Byrne trilógiához hasonlítanak. Tehát elsőrangú thriller aki imádja ezt a műfolytának kötelező darab. További kötetei is megtalálhatók itt a könyvtárban. A következő egy történelmi krimi, Rory Clements Mártír című kötete. A történet 1587-ben játszódik, amikor is első Erzsébet birodalmában zűrzavar uralkodik, csak idő kérdése, hogy a spanyolok mikor állnak bosszút Stuart Máriáért akinek bármikor lecsapatja a fejét a hóhér. A viharos események középpontjában John Shakespeare áll, aki Erzsébet kémszolgálatának kém fő hírszerzője, és aki tudomás szerez róla, hogy merénylet készül Francis Drake az angol tengeri sárkány ellen, aki rettegett hajóadával együtt a kikötőben tartózkodik, és a drék meghal, Angiánok vége, a spanyolok lerohanják. A plegykáktól terhes Londonban dolgozó Shakespeare nem könnyen igazodik ki a nyomok között, aztán egy zugnyomdában megtalálják egy fiatal arisztokrata nő megcsonkított húzt, a holtestét. Shakespeare pedig tudja, hogy olyan politikai darásvészekben nyúlt, ami vele is végezhet. Tehát aki szereti a fordulatokat, fordulatokban gazdag történelmi fűszerezésű krimit, az annak bátran ajánlom Rory Clements könyvét, ami tulajdonképpen a Tudorok TV sorozatból ismert korba vezeti el az olvasót. A további kötetei is egyébként megtalálhatók a könyvtárban. És a végére egy ö, ö, magyar történelemmel foglalkozó regény, Benkő László a Végső Tenger, ez a Tatárjárás trilógia ö, első kötete. Röviden, a krónikák az 1200-as évek elejét jegyzik, bűrjén az ismeretlen származású rabszolga gyerek, végigvándorolva az ázsiai sťepét, Kán a világhódító mongol uralkodó udvarába kerül. Csak homályos emlékei vannak a szüleiről, és egy amulett a peremén rovásírással. A kán seregében igazi mongolá lesz, és tagja lesz annak a kémhálózatnak, amelynek közreműködésével a mongolok leigázva Európát el akarják érni a mondabeli végső tengert. Viszont ebben a hadjáratban kulcsfontosságú a Magyarok országa, és így kerül bűrjén, azaz magyar nevén Berényi, vagy Berény, Berény negyedik Béla udvarába. Az évtizedek alatt beéleszkedik a magyar világba, és lassan megdöbbentő sejtései támadnak, mikor pedig Béla király elolvassa neki az amulettjén található jeleket, vitathatóvá válik számára, származása, talán magyar ősei lehettek, és felébred benne a lelki ismeret. Tehát aki az ősmagyarsággal, meg egyet a magyar történelem iránt érdeklődik, annak nagyon ajánlom ezt a nagyszerű regényt. A szerzőről néhány szó van, 1952-ben született Szombathelyen. Katonai főiskolát végzett, majd az Ötös Lórán Tudományi Egyetem bölcsész tudományi karán szerzett pedagógiai diplomát. Történelmi regény műfajja áll hozzá legközelebb. Számos kötet egyébként megtalálható Benkő Lászlónak a könyvtárban. Nagy munkája munkája magyar történelem sorsfordulói dolgozzák fel, szórakoztató és egyben lebilincselő formában, de sosem elszigetelten. Regényeiben rendszeresen megjelenik a nemzetközi párhuzam, hiszen sosem voltunk egymagunk a világban, vaja Nem állnak távol tőle a bűnügyi hangvételű történetek sem, az egyéni sorsok feldolgozása, bár szerinte mindig a történelmi regény marad a legnagyobb szerelme tehát Benkő László Tatjájárás trilógia első kötete. Köszönöm szépen a figyelmüket, a jövő héten is igyekszek érdekes köteteket összeválogatni önöknek.